Aranyos aranyag. Ezzel a címmel jelentetett meg kiadványt a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola, amely az elmúlt 45 év eredményeit és legsikeresebb sportoló növendékeinek pályafutását tartalmazza. Az intézményben olimpiai és világbajnoki érmesek kezdték meg karrierjüket. Tulajdonképpen három részre lehetne bontani: az iskola kezdetei idejében elért eredmények, és itt Szabó Tünde államtitkár asszonynak a nevét említeném, vagy Kökény Rolandét, aztán a közelmúlt sportolóit, mint például Fucsovics Mártont, és természetesen nem szabad megfeledkezni azokra a diákjainkról sem, akik a mai nap is hozzánk járnak, és nagyon jól teljesítenek nemzetközi szinten, például Hatházi Dóra, aki néhány héttel ezelőtt a marseilli úszóversenyen aranyérmes lett. A célunk legfőképpen az volt ezzel, hogy éreztessük a volt tanítványainkkal, hogy nem feledkeztünk meg róluk, és a mai napig büszkék vagyunk rájuk. És példát szeretnénk állítani a jelenlegi sportolóink és tanítványaink elé. A sportképzés ma is központi szerepet tölt be az aranyban, amihez nem csak a szakembergárda, hanem a feltételek is biztosítottak. Az iskola 170 négyzetméteres úszodával, három részre osztható tornacsarnokkal, kemény borítású kézilabdapályával és műfüves labdarúgópályával is rendelkezik. Kedden a Sportiskolák Országos Szövetsége is ellátogatott az intézménybe, hogy felmérje az oktatás színvonalát. A SIOSZA sportért felelős államtitkárság megbízásából országosan 81 sportiskola oktatását kontrollálja. A szövetség elnöke szerint az aranyban kiemelkedő munkát végeznek a testnevelők. Ez az iskola a pedagógiai programját tekintve is, és a sport utánpótlás nevelést, a köznevelés területén azt az emelt szintű, igazi hagyományos értelembe vett értékes testnevelés oktatást abban a tantestületi munkában, amely az iskola produkál, méltán vesz részt ebben a programban, gyakorlatilag már 2007 óta, a program indításától kezdve. A SIOSZ egyik feladat, hogy említettem, ezt a szakmai programot folyamatosan gondozni kell, és az államtitkársággal mindig leegyeztetni, hogy melyek azok az iskolák, akik méltók ezt a programot vinni. Nagyon komoly értékmérő, konkrét számadatokon keresztül mérjük, értékeljük az iskolákat, és ennek alapján is megállapítható, hogy a Nyíregyházi Arany János iskola az valóban az élmezőnyhöz tartozik. A Nyíregyházi iskola szeretné a jövőben is fejleszteni a lehetőségeket. A közeljövő legfontosabb terve, hogy az udvaron az atlétika edzések számára is korszerű feltételeket biztosítsanak.